Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Iszák Tibort, a Fehér Gyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatóját, akivel azzal kapcsolatban beszélgetünk, hogy rendkívüli helyzet adódott, online oktatásba megy a tanítás, hogyan néz ki ez a gimnáziumban? Szeretettel köszöntöm is a rádió hallgatóit. Isten igazából egy új helyzet elé állított ez a feladat bennünket. Nekem ez egy dupla kihívás, ugyebár mert nem régen vettem át ezt az intézményt, és Isten igazából egy elég nagy megmérettetésnek tűnik. Azt gondolom, hogy a vezető társaimmal, illetve kollégákkal ezt a feladatot viszont zökkenőmentesen fogjuk megtenni, meglépni. És az elmúlt két hét tapasztalata azt mutatja számomra, hogy jól haladunk. Az oktatást két irányba állítottuk be. Az egyik az az 5. és a 11. év folyamat érinti, ami a tanév tisztességes és rendes befejezését tűzte ki célul. A másik fő csapásvonal az érettség és az érettségére való felkészítés. Ez nagyobb horderejű feladat, és emiatt azt kértem a kollégákat, hogy az energiákat ebbe az irányba mozgósítsuk inkább jobban. Maga a feladat szerintem mindenki számára egy eddig még nem létező és nem tapasztalt szintet hozott. A pedagógus, a tanár és a szülő, ha eddig nem tudott együtt dolgozni, akkor most meg kell tanulnia. És azt tapasztalom, hogy a kezdeti nagy fellángolások, a túlzott odafigyelés, a túlzott munkavégzés, a túlzott akarás csendesen most már helyére fog kerülni, és azt hiszem, azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a helyét ebbe az új helyzetben is, és a kollégáimat arra kértem, hogy próbálnak segíteni nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek is ebbe az új helyzetnek a kezelésében. Nekünk vezetőknek pedig az a feladatunk, hogy szabályozzuk a kollégáknak a munkáját. Azt kell szabályozzuk, és szabályoztuk is, hogy nehogy mindenki úgy gondolkozzon, mint eddig, hogy rendszeres tanórai követelmények, rendszeres tankönyvhasználat, és a többi, és a többi. Ezt át kellett alakítani. Mi úgy terveztük át az egészet ebbe az elmúlt időszakban, hogy etapokra bontottuk a feladatokat és az előttünk lévő feladatokat, és igazítottuk a fő célhoz ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez a munkarendet. Természetesen itt is volt elakadás, hirtelen sok feladat, kiosztás, illetve annak a visszacsatolása, de ennek azt gondolom, hogy elé mentünk azzal, hogy ez sokáig tartson, hogy egyirányosítottuk a feladatok kiosztását. Mi a gimnáziumban a feladatkiosztásokat csak a krétarendszeren keresztül engedélyeztük, és csak itt lehet dolgozni. Ez több szempontból is jó. Az egyik szempont az, hogy nyomon követhető, ellenőrizhető, másik pedig elvileg minden szülőnél és minden gyereknél ott van a belépési akció, nem kell itt a különböző oldalakat, gondolok itt Facebook Messenger vagy bármilyen más felületet használni. Természetesen az osztályfőnökökre itt most nagyobb feladat hárult, és őket kértem meg ennek a feladatnak a koordinálására is. Nagyon jó vizsgáztak, azt gondolom, mert mi az első perctől kezdve azon voltunk, hogy napi 2, max. 3 órát terhelődjön a gyerek, és ezeket úgy szerveztük le, hogy tantárgycsoportosításokat végeztünk, és ezzel próbáltunk kilépni a heti tanórai keretek közül. Az első héten nehezen sikerült, aztán második hétre már minden beállt a helyére. A kréten keresztül említettem, hogy ez az első számú felület, amit használunk. Emellett viszont most a Microsoftnak van egy ingyen használható területe, amelyet most kialakítunk, és egy belső levelezőrendszert állítottunk és állítunk fel, méghozzá egy olyat, amiben minden diák kap egy elérhetőséget, és minden diák kap egy meghatározott mennyiségű tárhelyet, amelyet későbbiek során is tud majd használni. Ennek nagyon örültek a diákok, hogy visszahallottam, és nekünk vezetőknek azt gondolom az a feladatunk még, hogy biztosítsuk azt a körülményt, nyugodt körülményt diáknak, pedagógusnak, hogy tudjanak dolgozni, és megtettünk mindent ennek érdekében. Meglévő IKT eszközeinket azonnal mozgósítottuk azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt, odaadtuk, sőt, én személyes kapcsolataim révén több cégtől kaptunk ajándékba számítógépeket, notebookot, tabletet, úgyhogy ezzel hál' Istennek jó állunk, és zökkenőmentesen fognak szerintem tudni a diákok felkészülni a 9-11. Osztálya a sikeres évzárásra, a 12. pedig majd az érettségre.
az értékelésüket is figyelembe vesszük, és arra is törekedtünk, hogy olyan feladatokat kapjanak, amelyek inspirálóak és pozitívan motiválóak. Sokan lehet, hogy nem értenek egyet az én értékelési rendemmel. Én azt mondtam a kollégáknak, és azt kértem tőlük, hogy az a gyerek, aki dolgozik és tesz, az kapjon 5-öst. Az a gyerek, aki semmit nem küld vissza, az 1-est fog kapni. Elég érdekes az a két szám, 1-es vagy 5-ös. Én azt gondolom, hogy most ebben az időszakban, hogyha arról beszélünk, hogy fogjunk össze és közösen dolgozzunk, akkor itt nem lesz 1-es. A kollégákban felmerült némelyikben egy kis félelem, hogy akkor itt most akkor lesz egy csomó 5-ös. Én azt gondolom, hogy nem lehet csomó 5-ös, mivel hogyha heti egy órás tantárgyról beszélünk, ezt vegyük alapul, akkor a heti egy órás tantárgyak esetében maximum egy hónapban egy-egy fog születni. Isten igazából szerintem még ez is egy másik komoly dolog, hogy ha előre nézzünk, akkor ilyen túlságosan sok anyagot sem kell megtanítani, mert nagyon sok tantárgynál nem is létezik már olyan, mert ismétlési időszakba érkeztünk. Az érettségére pedig egy nagy összefoglalás előtt állunk, és erre készítjük a gyerekeinket. Speciális érettségi tevőknél fogjuk majd az egyéni konzultációt is bevezetni, természetesen, hogyha majd a nagy rendszer fogja engedni. Én arra kértem mindenkit, hogy próbáljuk ezeket a szabályokat betartani, amiket hoztunk, és mi ezt folyamatosan kontrolláljuk a rendszeren keresztül. Van egy nagy központi e-mailünk, ahova minden pedagógustól bekérjük azokat a feladatokat, amelyeket értékelnek. És ezek az értékelt feladatok láttatják velünk azt, hogy a pedagógus mennyit, milyen mennyiségűt és milyen minőségűt adott ki. Mindenkitől azt kértem, hogy egy tantárgyi csoportokban gondolkozunk, hogy próbáljanak heti vagy kéthetes komoly nagy feladatokat kiadni, ami az értékelésre kerül, ezek pedig projektek, projekt jellegű feladatok. Most hirtelen mindig a nyelvóra jut eszembe, azt kértem a kollégát, hogy próbálják úgy kezelni ezt, mintha egy nagy blokkot vennénk és rendszerbe kell látni, vagyis hogyha a gyereknek megvan a mindennapi szó használata, amit alapnak kezelünk, hogy azt tanulja. Amellett, ha azt mondom, hogy megnéz egy filmet angolul, akkor azt a filmet, ha megnézte angolul, akkor utána néz a neten egy-két angol nyelvű kritikus véleményének, utána néz, akár ha YouTube-ról nézte a filmet, akkor egyszerű laikus kritikákat is el tud hozzáolvasni, és a harmadik része lesz az ő saját egyéni vélemény, az érzelme, meg mit tartalmazott ez a film. Ezeket összefogalmazza, összerakja, ebből egy kis komoly anyag készülhet, és ezt összegeznie kell majd a legvégén egy PPT-s 10-11 diás kis előadással. Azt gondolom, ez már egy valóságos munka lesz, amiben benne lesz minden. Benne lesz a nyelv, benne lesz az érdeklődés, benne lesz az értolvasás, benne lesz minden olyan dolog, amelyeket a kollégák szerintem maximálisan tudnak majd értéken, és maga az a tény, hogy a gyerek prezentál és dolgozik, meg olyan dolgokat fog csinálni, amik talán érdekelni fogják. Én azt látom, és azt gondolom, hogy ez lenne a lényeg ennek a munkának, és mi ezt ezen a központi rendszeren keresztül vesszük figyelembe, és figyeljük azt, hogy a kollégák hogyan végzik a munkájukat. Beszéltünk több tantárgyról is, itt van a matematika. Hogy néz ki például egy más tantárgynál is, hogy új tananyag leadása van, illetve csak ismétlés történik? Azt kell megérteni mindenkinek, hogy ez a jelen helyzet nem a megszokott mindennapi tankönyv használatot, nem a megszokott mindennapi rutinórákat követi, hanem megpróbálja a pedagógust is, illetve a szülőt is, valamint a gyerekeket is egy ilyen rendszer szemléletűvé alakítani. Én ezt kértem a kollégáktól, hogy így próbáljanak gondolkozni, és ne a tankönyv adatait, ne a tankönyv által készített, illetve a kerettanterve persze meghatározott útvonalon keresztül jussunk el a végére. Ezeket az első napokban megtettük, megnéztük, hogy hol tartunk, húztunk egy vonalat, és megterveztük az előttünk lévő etapot annak függvényébe, hogy mit szeretnénk elérni a legvégén. És erre mondtam azt, hogy itt lényegében csak gyakorlás és ismétlésekről van szó, nagyon kevés tantárgyban van új anyag, és ezekben a feladatokban
kell a pedagógusnak olyan minőségű és mennyiségű ismételendő anyagot összeállítani, vagy feladatokat, amelyek motiválják a gyereket. Tehát pontosan az lenne a lényeg, hogy én azt mondom, hogy néha kicsit több, és ezt most ha használjuk, akkor több, mint valószínű, hogy oda fogunk elérkezni, hogyha egy kicsi feladatot adok fel, de azt a rendszer szemléleté téve felülről nézi majd a gyerek, és sokkal több mindent hozzánéz, hozzáolvas, akkor több, mint valószínű, hogy hatékonyabb lesz maga a feladat elvégzése is. Említette igazgató úr az érettségit. Jelen pillanatban, hogyha ne adj Isten, nem változna a helyzet addig, vannak-e opciók, illetve irányvonalak, amerre elindulnak? Az az igazság, hogy én a Nemzeti Pedagógus Kar alelnökeként elég gyorsan és biztos helyre kapom az információkat, és azt tudom mondani, hogy készülünk az érettségre, nincs központi utasítás még. Biztos vagyok benne, hogy tervek már megszülettek minden verzióval, ismerve államtitkár úrnak a munkáját, illetve a fenntartói oldalról és a hozzáállást. Én magam részéről mi úgy készülünk, hogy a gyerekek legyenek képesek arra, hogy bármilyen szituációban tudjanak számot adni az eddigi tudásukról. Nekünk az a feladatunk, hogy azt érjük el, hogy a gyerekek, akik tovább tanulni szeretnének, azok zökkenőmentesen tudják megtenni ezt, és az általuk elképzelt egyetemre, vagy az általuk elképzelt következő szintre tudjanak lépni. Tehát az érettségétől én azt gondolom, nem kell tartanunk. Az, hogy milyen formában fogjuk megtenni, illetve az, hogy mikor fogjuk ezt megtenni, ez majd az elkövetkezendő időszakban a döntéshozók rendelkezésünkre fogják bocsátani, és annak mentén biztosan vagyok benne, hogy lesz eljárásrend, lesz egy meghatározott útvonal, amit be kell járjunk közben, de én Isten igazából mindenkit azt gondolom, nem kell félni ettől, mert a gyerekeket ismerve biztos, hogy meg fogják tudni oldani ezt a feladatot, megugorják a lécet, a szülőknek biztos ott van az izgalom, jaj, mi lesz a következő lépés, hogy fognak. Én mindenkit arra kérnék, hogy legyen nyugalommal, türelemmel, és tényleg összefogva dolgozzunk ennek érdekében, hogy zökkenőmentesen tudják a gyerekeink elérni a céljukat. Megragadnám az alkalmat, és szeretném megköszönni a pedagógusaimnak, a kollégáimnak az áldozatos munkáját, és természetesen egyben a diákoknak és a szülőknek is azt a tevékenységet, ami által úgy gondolom, hogy sikeresek leszünk. Köszönöm szépen!